Felújítás előtt így nézett ki a Báthory István Múzeum, ez pedig már a jelen. Az esős idő miatt rendhagyó helyszínen az intézmény egyik termében tartottak sajtótájékoztatót. A térség egyik legjelentősebb kulturális beruházását több éves előkészítés előzte meg. Ez a program 2018-ban kezdődött, több kormányhatározat született a Báthory István Múzeum felújítására vonatkozólag. Ugye meg kellett tervezni a felújítást, majd a közbeszerzés eredményeként 1,8 milliárd forintot nyert el a beruházás. Ez egy állami projekt, ami, mint mondottam, volt ugye 1,8 milliárd építési beruházás, plusz járulékos költségek. Összesen ez eddig egy olyan 2 milliárd forintba van benne a magyar államnak. A kiállítások berendezése további költségeket jelent, így a beruházás összesen 2,5 milliárd forintba kerül majd. A tervek szerint az 1000 négyzetméteres kiállítótérrel rendelkező intézmény 2024 őszén nyithatja meg kapuit. A fejlesztés nem csak a város és a térség számára jelentős. A múzeum a Nemzeti, Magyar Nemzeti Múzeumnak a filiáinak az egyike. Itt Szabolcs megyében ketten vagyunk, Vaja és Nyírbátor. Nyilvánvalóan a Nemzeti Múzeum örül a filia megújulásának, és meg is adta a direktívát, hogy ha a megújulás befejeződik vele párhuzamosan, azt a tervet kell megvalósítani, hogy Nyírbátor a Báthory rezidencia, a báthoriak bemutató központja legyen. Ez mindenféleképpen országos vagy akár nemzetközi feladatokat is jelent. A fejlesztéssel egy időben zajlik majd a múzeum közvetlen szomszédságában fekvő várostörténeti sétány befejezése. A beruházásra a Vármegyei Önkormányzat nyert támogatást. Van egy várostörténeti sétány, amely hát félbe maradt, és ezt fejezi be a Vármegyei Önkormányzat beruházásában az a majd 400 millió forintos beruházás, amelynek egyik eleme ennek a várostörténeti sétánynak a befejezése a görögkatolikus templomtól a papok rétje mellett elmenve, itt ennek a kis tónak a partján, ez azért fontos vagy érdekes, mert azt a tavat majd egy sétány kerüli meg, így ilyen módon a tó is átjárhatóvá, illetve körbejárhatóvá válik. A várostörténeti sétány befejezése mellett a Vármegyei Önkormányzat a lovarda felújítására és bővítésére is nyert forrást. Ez a fejlesztés is hozzájárul Nyírbátor kulturális, turisztikai értékeinek bővítéséhez. A lovarda környékén olyan fejlesztések valósulnak meg, amivel a középkornak azt a hangulatát, ami igazából nem a műemlékekhez, a templomokhoz köthető, azok a szokások, azok a programok, azok a középkori rendezvények is helyet kapjanak valahol, és ez azt gondolom, hogy egy olyan útvonalon, ami egyébként összeköti Mária Kócsot Nyírbátorral, ami a Mária útnak is a része, a nyírbátori sárkányfürdő mellett egy méltó helyszín lesz ezeknek a programoknak. A Báthory Múzeum felújításával szemben is építkezés zajlik. A görögkatolikus bölcsöde kialakítására szintén a Vármegyei Önkormányzat nyert közel 700 millió forint értékű topos forrást. A 4 csoportszobás intézmény a tervek szerint idén ősszel kezdheti meg működését a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában.